következő feladatunkra LCDL példatár 44-es szám Word feladata lesz. Mindjárt megint úgy, mint az előző feladatokban is látjuk a különbséget, a különbségeket. Hát az első különbség, hogy a feladatot, a feladat szövegét be kell gépelni. Gépelje be, és formázza meg az alábbi szöveget. Az XYZ fogászat szövegre állítson be zöld betűszín. Mentse el a vizsgaközpont által megadott helyre, és néven majd nyomtassa ki a fájlt. A három a vizsgaközpont által megadott adatforrás felhasználásával készítsen a dokumentumból körlevelet. Levél elején szerepeljen a név és a cím, egyesítés után mentse a leveleket a vizsgaközpont által megadott helyre és néven. A feladat leírásból kitűnik, hogy van egy olyan elméleti ismeretanyag, amelyet még nem tárgyaltunk, nevezetesen a körlevél. Az új LCDL példatár minden feladatában benne van a körlevél készítés. Úgy ítélték meg a feladatok készítői, hogy ez elég nagy fontosságú, ezért beletették. Én elhelyeztem a körlevél szükséges adatforrás állományt a lemezen, úgyhogy mindenki meg tudja oldani. Na, nézzük a gépelést. Hát én most itt nem fogom a teljes feladatsort begépelni, hanem ugrani fogok egy kicsit az időben, de azért néhány apróságot elmondanék. Ha észrevesszük a feladat szöveget, láthatjuk, hogy és az értékelési irányelveket természetesen már nem kell begépelni, az alul pluszban jelenik meg. Föltűnik még egy dolog, hogy itt ugye ez új szakaszban található ez a rész, nem tartozik a feladat megoldáshoz hozzá. Az értékelési irányelvekben ott van, hogy mi mennyi pontot ér. Az eredményes vizsga letételének feltétele a 75%-os pontszám, vagyis 24 pontot kell elérni a sikeres vizsgához. Régebben itt is voltak emelt, illetve alapszintű műveletek, ma már ez nincsen, hanem így oldották meg az értékelést. Ettől sokkal fontosabb, mit látunk a szövegben. Ha figyelmesen vizsgáljuk a szöveget, akkor láthatjuk, hogy a betűtípusok, azt a három fajta betűtípust ismerhetjük el. Itt a Times New Roman egyébként, ez lesz a kürírnyú, és itt pedig lent, ha jól látom, itt az Arial betűtípus van használva, amelyet beszéltünk, bemutattam, hogy ez az a három betűtípus, amely alapvető jelentőségű a vizsgákon, minden tulajdonképpen mindegyik vizsgán. Aztán itt látunk valami furcsaságot, azt nem kell begépelni, azok úgynevezett mezőkódok, azok majd akkor fognak létrejönni, amikor a körlevelet elkészítjük, tehát az úgynevezett adatdokumentumot és az úgynevezett törzsdokumentumot, egyébként ez maga a törzsdokumentum, összehangoljuk, hogy abból alakuljon ki egy harmadik dokumentum, amit körlevélnek nevezünk. A gépelés során én mindig azt mondom, és nyomatékosan hangsúlyozom, ott lehet látni, hogy a két enternek nem ártana kimaradni. A következő ugye probléma, ez a bizonyos beállítása az újnak, hogy valamilyen érdekes módon nem 12-es alapértelmezett betűvel dolgozik, és a sortávolság sem 1, hanem 1,15, és a térköz pedig 10 pont. Ezt be lehetne állítani a beállításokban, hogy ne így legyen, akkor nem lenne ennyi probléma, hogy mindig ezzel kell kezdeni, és az alapértelmezett betűtípust állítom én itt be a Times New Roman. Tehát két bekezdést én kihagyok ott a név mezőkódnak és a cím mezőkódnak, és utána gépelem be azt, hogy XYZ, de még véletlenül sem fogok formázni, tehát semmit nem formázok, a fogászatnál sem formázok semmit sem, egyszerűen leütöm az Enter. Na most az új verzióban megtették nekünk azt a szívességet, hogy a feladat leírásban úgy, hogyha az ember be tudja hívni a feladat leírást, akkor látszik, hogy hol van a pi, tehát elektronikus formában. Igen, ám, de hogyha ezt nem tudom behívni, hanem csak egy papírt kapok, ami a legtöbb esetben,
neked kell eldöntenem azt, hogy hol van új bekezdés. És ehhez nekem pontosan jól kell ismernem a formázási műveleteket és a műveletcsoportokat. Ugye melyek ezek a műveletcsoportok? Tehát beszéltük, hogy a karakter, a bekezdés és a szakasz. Most a szakaszformázásokkal még nem igazán foglalkoztunk, fogunk, de az ECDL nem is igazán kívánja meg. Egy-két kivételtől eltekintem majd, amikor oda érkezünk, akkor úgyis részletesen bemutatom. Igazából az ECDL a karakter és a bekezdés formázásokra helyezi a hangsúlyt. És ha megnézzük ezt a szövegrészt, ez itt egy bekezdés, solfizáltra van igazítva, ez itt középre van igazítva, keretezve van, pontosabban szegélyezve van, ez egy felsorlás rész, a felsorlásról tudjuk, hogy minden egyes elemnek új bekezdés, ez itt egy bekezdés, azonnal látszik, hát hogyha kinyomom, akkor is érzékelem egyébként, tehát kinyomom itt, akkor is érzékelnem kell, hogy ide nem kell feltétlenül entereket ütni a sorok végére, miért nem? Azért, mert ugyanolyan formázások vannak benne, középre van igazítva, azonos betű méret, azonos betű típus, és egy kitöltő háttérszíne van. Ez mind-mind bekezdés formázás, tehát itt elegendő a Shift Enter beütni. Itt nincs is semmifajta lezárása a sornak, mert a markók miatt ő fogja tudni, hogy meddig kell írni a szöveget. Ez az elem, hát most ez micsoda, ez a kérdés, tehát ha ráállok és ugye nem jelennek meg a jelek rajta, akkor ez nem objektum, akkor ez valami fajta szimbólum lesz, tehát valamilyen karakterkészletből lett ez az elem ide elhelyezve, és így tovább, tehát ezekre kell figyelnünk a feladat megoldásnál, illetve hát a gépelésnél, úgyhogy én most akkor ugrani fogok egyet az időben, és a gépelés után újra találkozunk. Ajánlottam a gépeléshez gyakoroltató programokat, célszerű használni, megismerni őket, hogy könnyebb legyen 10 ujjal gépelni. Akkor innen folytatjuk. A begépeléshez még néhány észrevételt tennék. Megtehettem volna azt, hogy a non-stop, illetve a 26. kerület szavakat, azokat is kisbetűvel írtam volna, és egy formázási művelet segítségével azt is nagyon gyorsan nagybetűvé lehetett volna alakítani. Az előző ECDL feladatsorban három típusú Word feladat volt. Az egyik volt ez a típusú feladat, amelyet most bevezettek és meghagytak, és minden feladat most már ilyen, ezt úgy hívják, hogy reprodukciós feladat, ami azt jelenti, hogy a kinyomtató formában megkapott szöveget a lehető legpontosabban reprodukálni kell, természetesen az alul lévő értéke és irányelveknek a figyelembevételével, betartásával, de a lényeg, hogy reprodukáljunk. Volt még úgynevezett irányított feladat, ami abban különbözött ettől, hogy volt a forrásállomány, és a forrásállományhoz szöveges leírás, de nem volt minta, tehát nem volt egy kinyomtatott minta, hogy milyennek kell lenni a megformázott szövegnek, csak a leírás alapján tudtuk elkészíteni, ez hasonlít a mostani érettségi feladatokhoz, és hát volt a körlevél, amelyet, mint mondtam, most már minden egyes feladatba elhelyeztek kivétel nélkül. Na hát, bevittük a szöveget. Szerintem érdemes lenne menteni, mielőtt elfelejtjük. Az ECDL almappába elmentem, úgyhogy egyszerűen csak úgy, hogy 44, és mondjuk megold, mert ugye meg fogom oldani. DocX a kiterjesztés, az új fájl típusban mentem el, ugye 2010-es verzióról van szó, és akkor formázok, és szigorúan a pit mindig lássam, ez nagyon-nagyon fontos. Na, hát akkor kezdjük, azt mondjuk, hogy XYZ fogászat, az biztos, hogy középre van igazítva, ezt látjuk, a betű méret az ennél jóval nagyobb lesz, hogy mekkora, itt mindig ilyen relatív méretekben kell gondolkodni, tehát
azt, hogy az alatta lévő szöveghez képest hogyan helyezkedik el. Hát most az alatta lévő szöveg az még egyelőre nem úgy helyezkedik el, mint ahogy kellene, úgyhogy legyen először is ez itt sor kizárt. Másrészt én úgy látom, hogy egy ilyen dupla sortávval van tagolva. A betű méret az 12-es, az biztos, de még ez a dupla sortáv is kevésnek tűnik. Még mindig nem akar ugye az utolsó szó ez itt átkerülni, de ez már túlságosan sok lesz. Ebből mi derülhet ki számunkra? Nézzük csak meg egy picit a papírt. Papír széle, hajaj, itt nem normál margó van megállapítva, hanem jóval kisebb. Hát, hogyha belegondolunk, valahol itt van a margó. Tehát itt azért történik ez a dolog, azért nem ugyanúgy tudjuk előállítani a szöveget, mert a margó az jóval kisebb ezen a papíron, ezen az oldalon, mint a miénk. Úgyhogy kezdjük csak azzal, hogy a lapelrendezés és a margók, mekkora margó is kell ehhez, mert próbálom ugye leolvasni, bár be is mehetnék a menüjében, és akkor ott is leolvasnám, de jó lesz ez így nekem. Azt mondja, hogy 2,5-hez még egy 1,5 centis margó, tehát én úgy látom, hogy itt egy ilyen 4 centis margó van megállapítva, vagy pontosabban beállítva, majd csak sikerül kimondanom, tehát azt mondjuk, hogy 4 centi, na nézzük, tehát 4 centi, és nézzük, ez már így teljesen jó lesz, hogy megtaláltuk a megoldást. Jó, térjünk vissza ehhez az XYZ fogászathoz, az biztos gyakorlott szem, hát sokkal könnyebben észreveszi, hogy ez a betűtípus, ez nem az a betűtípus, ez itt nem Times New Roman, hanem ez az általam már sokszor említett kürhírnyú, hogy keressük ki, hogy hol van, ugye ABC szerint jön a rengeteg betűtípus, ami be van építve a rendszerbe. Ez már így jó lesz, ha pi-ről tűnik leginkább szembe, érdekes módon ez a dolog, de hát az F betű is magáért beszél, úgyhogy amit még látnunk kell, hogy itt mindenféleképpen van egy távolság az előtte és az utána lévő bekezdés között, tehát itt egy térköz van beállítva, a nulla helyet mondjuk nézzük meg, hogy egyszerűen csak a lehető legkisebb, mondjuk 6, ez így jó is lesz. A betű szín az nem fekete, az valami zöld, valami erőzöld, és én úgy látom, hogy félkövérrel is van szedve. Rendben van, egy szegélyt kellene megállapítanunk, egy szaglatott szegélyt kellene megállapítanunk. Itt egy erősen szaglatott szegélyt körbe. Jó, a vastagság az szerintem ennél a fél pontnál nagyobb lesz. Mondjuk 1,5 pont, nézzük meg. Igen, hát most egy kicsi nagyítást kellene tennünk. Itt nem most túlságosan, igen, kicsi a nagyítás. Most már így jó lesz. Jó, tehát így már. A szín az egy kicsit még mindig erősebb, sötétebb. Tehát, hogy a kettőt ugye együtt futtatom, itt lehet látni, hogy ez egy sötétebb zöld szín. Megtaláltam. Na, következik a G betű. A G betű az biztos, hogy följebb kezdődik. Nagy valószínűséggel ez felső indexben van. Ezt ide kirakták nekünk. A régebbi verzióban nem érhettük el. Viszont így nekem úgy tűnik, hogy kisebb méretű, mint a többiek. Tegyük őt nagyobb méretűre, és ilyen módon kiküszöböljük azt a látszatot, ami ott az elő. Ez viszont túl sok, tehát 22-es, tehát egy értékkel nagyobb volt a mérete, mint a többieknek. Ez 20-asok, ő pedig 22-es. Na, jön a felsorolás rész. Ezek itt felsorolások, nyomjunk neki egy felsorolás pöttyöt. Ez kész is van, aktuális érték, nézzük csak meg, hogy hogyan van beállítva. Azt mondja, hogy szeret
szeretnék én ide bemenni, de nem nagyon tudok, mert ugye záróban van ez a, tehát azért ezt nem lehet átírni, de hogyha megnézzük, akkor körülbelül a vonalzóan próbálom kitalálni, ez valahol ott szent kezdődik, egy kicsit beljebb kezdődik, tehát megfogom ugye az egészet, mert az egésznek kellene beljebb jönnie, mint ahogy ezt tanultuk, és egy kicsit beljebb hozom, ott a L betűig még beljebb. Én ilyenkor mindig relatív távolságokat szoktam nézni, és megnézem, hogy itt hol van a papíron LK, és akkor odáig húzom be, és így jó lesz. Hoppás, szájsebészetet azt kifelejtettem, nem baj, hát ráhúzom erre is, és akkor az úgy rendben van. Ott egy aláhúzást tesz, a helyesírás elnöző, majd azt a végén megcsináljuk. Legyen akkor ez itt ez a rész középre igazított, ez így rendben van. Előtte biztos, hogy van térköz, utána én nem látok térközt. Az előtte lévő térköz az elég nagy, tehát most nagyobb, mint az előbb, ezt 12 pontra állítom, rendben van. És nincs kerete, csak kitöltése van neki. Bemegyek a szegély mintázatba, és kitöltést fogok kérni, tehát itt egy kitöltés, egy szürke árnyalatos kitöltés, hát hogy most melyik, meglátjuk, ez sok szerintem. Egy kicsit kevesebbet. Még talán egy árnyalattal mindig, de nem is kell ki se jelölnünk, mert ugye az egy bekezdés. Egy árnyalattal még mindig kevesebb vagy kisebb. Kevesebb a szürke százalékos érték. Egyel visszaveszem. Na most meg mint hogyha ő erősebb lenne. Ctrl-Z-vel visszavonom. Jó, ez volt a jó. Ide jön majd az a bizonyos szimbólum, amit hát elég lesz kikeresgélni, és foglalkozzunk az utolsó résszel. Azt mondja, hogy nekem úgy tűnik, hogy ez a rész bizonyám, ez kisebb betű mérettel van írva. Ez nem 12-es semmiképpen, leveszem 10-esre, és akkor ugyanoda esnek a karakterek, mint a mintán. Ez így rendben van. Az újdonság az egy újabb betűtípus, ez az Arial, ami még eddig nem volt használva. Arial Black, mert hogy ugye félkövér is, ez hatalmas lett így. Ennek a mérete is kisebb, majd mindjárt. Hát lehet látni egyébként, hogy a különböző betűtípusok méretben nem úgy viselkednek. Picit más a méretük és dőlt. Most ez rendben van. Ő még Times New Roman, ehelyett ő is Arial kell legyen. Hol az Arial? Itt kéne, hogy legyen, mikor már egyszer beállítottam. Akkor meg, ja, Arial Black, de nekem ehelyett sima Arial kellene. Na mindegy, ez nem jó. Sima Arial. Itt van. És 10-es. Csak nem akarja az igazságot, elfért egy sorba, megvan. Tulajdonképpen a formázás része az majdnem megvan, én úgy emlékszek, hogy itt van egy-két aláhúzott betű, illetve karakter. Itt a fog, ez aláhúzott, és itt is van ez a fog, ez is aláhúzott. Így van. Most a tüzetesebben megnézem, akkor még itt az azonnal, az dőlt betűvel van írva. Kész. A formázás megvan, már csak egyetlen dolog hiányzik, mentést fogok kérni, a körlevél.